András, két héttel ezelőtt jártunk ezen a receptáblán, ahol a kísérleti parcelláitok vannak, és azt mondtad, hogy megint ide jöjjünk, mert nagyot nőtt azóta a repce, és gyönyörűen virágzik. Azt tudom csak mondani, hogy elképesztő, amit látunk. Hogy ekkorát nőtt két hét alatt? Nem csak itt, egész országban úgy gondolom, hogy ugrásszerűen nőttek a repceállományok. Kivirágzott, megugrott, volt kellő nedvesség a talajban, és jött a meleg, és egyszerűen fejlődésnek indultak, a természet nem állt meg, és növekedni kezdtek. Én ez alatt a két hét alatt keresztbe, kasba jártam az országot, mindenütt voltam, de ilyen magasat, ilyen gyönyörűt még sehol sem láttam. Bizonyára ez nem véletlen. Nem véletlen, vannak itt egyrészt olyan hibridek kísérletben, amelyeket nézzük, hogy milyen magasra is tudnak nőni. Vannak kisebbek, kompaktabbak. Ez egyfajta termelői igény, hogy ki melyiket szereti, milyen a gépesítettsége, milyen a gépparkja, melyiket tudja megművelni még virágzásban, esetleg permetezni. Nagyon jó kondícióban is volt ez már két héttel ezelőtt. Hát látszott rajta, hogy ez a repcetábla, ez mindent megkapott, amit egy repce igényel. Itt ezen a területen különösen odafigyelnek a technológiára, hogy minden technológiai elem időben a megfelelő hozzáértéssel legyen elvégezve, a megfelelő módon legyen elvégezve, illetve hogy a szükséges tápanyagokat megkapja a repce. Illetve a növényvédelemre is odafigyelnek, előrejelzés alapján okszerűen védekeznek és odafigyelnek a kártevők jelenlétére. Nagyon szép és egészséges ez az állomány, amit itt látunk. Nagyon jól elvégezték a növényvédelmet. Nincsen rajta semmi betegség és semmi kártevőt én nem látok. Na most, ahol ezt nem végezték el ilyen szépen, ott mit láthat a gazda, ha kimegy a repce földjére? Még rovarkártételre számíthat ebben az állományban. A ormányos bogarak fúrhatják meg a becőket. Apró pici lyukakat képeznek rajta, ahol petéiket beleteszik, és abba fejlődnek ki a lárvák. Illetve a repce gubacs szúnyog. Ezeken a lyukakon vagy saját maga fúrhat lyukakat ezekre a becőkre, és szintén oda teheti be a petéit, ezzel is károsítva még a becőket. 180-190 cm ez a repce. Ebben még belemennek a termelők ekkora a repcébe? Ha a technológiájuk vagy a gépparkjuk megengedi, akkor mindenképpen. Ilyenkor még célszerű lehet egy növényvédelmi kezelés beiktatása, hisz a lehulló sziromlevelek, amelyek az oldalhajtások tövében megállnak, ott fertőzési gócpontokat jelenthetnek, és a szklerotínia azon keresztül fertőzheti még a növényeket. Sokféle fajta van itt, ez a Shrek, ez nem egy rajzfilm figura? De így van, ez egy rajzfilm figura, egy nagy zöld ogre, és ebből találtuk ki azt a nevet, hogy ez a hibrida zöld óriás. Most egy fajta sorban vagyunk, de van itt egy luk. Ez mi célt szolgál? Mint minden kísérletben hibák előfordulnak. Egy vetés hiba folytán alakult ki ez a hézagrés. Megpróbálunk ezekből is tanulni, és ezekkel is valamit kezdeni, leszűrni ezekből is a konzekvenciát, amit lehet. Ez a vetési hiba arra is jó, hogy szemléltessük azt, hogy mi van akkor, hogyha szélesebb sortávolságra vetitek a repcét. Ugye itt most gabona sortávú vetés történt, de itt most van olyan, ahol szolitárként is tulajdonképpen itt állnak a repcék, és mennyivel másképpen néz ki, nem? Így van. A növénynek igazából van helye terjeszkedni, növekedni. Úgy gondolom, látszik is, hogy több az oldalágazás, hosszabbak, lejjebbről jönnek. Egy kicsit keszekuszább ez a növény, de vaskosabb, erősebb, több oldalhajtással. Míg a másik oldalon, a gabona sortávnál kicsit nyurgábbak, kicsit magasabbak ezek a növények, kevesebb elágazással. Az, hogy a kettő között termésben mekkora különbség lesz, és hogyan mind kompenzál a növény, ezt elég nehéz eldönteni. Erre folynak is kísérleteink, nézzük is ezt folyamatosan. Nehéz megmondani. Évjárat függő, úgy gondolom, hogy mikor melyik megoldás működik jobban. Legutóbb beszélgettünk róla, és mutatnék neked valamit. Mi lesz az? Beszélgettünk arról, hogy a tavaszi hirtelen meleg miatt, amikor megindulnak a repcék, és fölreped a szár, aha, akkor ugye szükséges egy növényvédelem, egy gombavédelem, amit meg is történt, és látszik is ezeken a növényeken, hogy szépen forradnak már be ezek a sebek. Itt elvégezték a gombaölőszeres kezeléseket a repedések miatt.
többek között, de ahol nem végezték el, ott milyen következményekkel járhat mindez? Mindenképpen gombák megtelepedésével vezethet. A szklerotínia bejuthat a növény szöveteibe, illetve másodlagos kórokozók is bejuthatnak, amelyek károkat tudnak okozni. A szklerotínia azért veszélyes, hogyha bejött, ott úgynevezett szklerociumokat képez, és a szár részt meggyengíti, erősebb szélhatására könnyen megdőlhetnek akár az állományok. Ami aztán tovább súlyosbítja a problémát, betakarítás. Így van, hogyha eldől az állomány, akkor a betakarítógép nehezen tudja fölvenni a már beérett becőket, és eleve 20-30-40%-a a termésnek a földön maradhat. Most még ugye virágzik a repcetábla itt, és nagyon sok hely még az országban, de nem olyan sokára jön egy nagyon fontos munka, még a deszikálás, amit nagyon sok termelő végez. Nektek erről mi a véleményetek? Országos szinten úgy gondolom, hogy ez megoszlik, hogy ki az, aki használ, ki az, aki nem használ deszikáló készítményt. Azon belül is, aki használ, többféle lehetőség és megoldás van. Mi Rapur részről azt mondjuk, hogy a hibridjeink vannak olyan stabilak, hogy nem nyílnak fel, és megtartják a magokat, nem peregnek ki a magok. Van olyan termelő, aki biztosra akar menni, és még ragasztóanyagot is használ a deszikáláskor. Mit jelent ez a ragasztás? Gyakorlatilag a permetlébe deszikáláskor belekeverik ezt a készítményt, amely egy plusz védelmet ad a repcebecő számára, nem engedi felnyílni és kiperegni a magokat. A legutóbbi alkalomkor, amikor beszélgettünk ebben a táblában, akkor próbáltuk satszolgatni, hogy hány tonna van ezekben a fajtákban itt, amit látunk. Hát most már azért bátrabban meg lehet satszolni, András, ezeket a termés eredményeket. Hogy látod, hogy mennyi van ezekben a fajtákban itt? Hát én legutóbb szerintem 4 tonnát mondtam, egy kicsit most többet mondanék, de azért még nem vagyunk a betakarításnál, és még sokat kint fog aludni ez a repce. Úgyhogy majd a kombájn mondja meg, hogy mennyi lesz ennek a vége.